Flash központban várt a hagyományos termény- és virágkiállításra az érdeklődőket szerda délután a Moson-Magyaróvári kertbarátok köre. Az eseménynek idén is igyekeztek megfelelő nívót biztosítani, így a kiállítás kulturális programokkal vette kezdetét, fellépett a Lajta László vegyeskar, volt, aki zenével, volt, aki verssel készült, de a város óvodása is bemutatták műsorukat a jelenlévőknek. Imádságot az idei évben Kis Miklós evangélikus esperes, valamint Bodó Zoltán magyaróvári plébános mondtak, majd a hagyományokhoz híven megáldották a terményt és az új kenyeret. A vendégeket elsőként a kiállítás fővédnöke Nagy István köszöntötte, aki beszédében a közösség erejét emelte ki. Mint a miniszter fogalmazott, a termény- és virágkiállítás minden évben a kertbarátok szorgos munkáját dicséri, hiszen itt mutathatják be azt a csodát, amire egész évben készülnek. Nagy István hozzátette, a munkával nem csak a kert, hanem a kertész maga is fejlődik. Kertészkedés haszna vitathatatlan egyéni és társadalmi szinten is. Páratlan kapcsolat van kert és a művelője között, hiszen folyamatos kölcsönhatásban vannak, alakítják egymást kívül és belül, ebben a folyamatban a kert alkotója és maga a kert is folyamatosan fejlődik. Az idei kiállításon beszédet mondott Iváncsics János is, aki kiemelte, szeptember elején 3 napra mindig a természet és az ember alkotta csodával telik meg a Flash központ. Igen, ez a kiállítás is csak lenni akar, és létével a lehető legtöbbet adni a városnak. A kert, a növények szeretetére tanítani a kicsiket, megmutatni a nagyoknak azt, ami szép, a felnőttet ráébreszteni arra, hogy a befektetett munkának gyümölcse van. Az időset emlékeztetni arra, hogy adni, dolgozni mindig érdemes. A kiállítás megnyitóján adták át a Magyarország legszebb konyhakertjei versenyvárosi díjait is. A kezdeményezésben országos szinten több mint 24 ezer kertművelő vett részt. A verseny célja az otthoni kertgazdálkodás népszerűsítése, a saját egészséges és zamatos élelmiszerek előállítása, szemléletváltás, valamint a kert szeretetének átörökítése a fiatalabb generációnak. Mindezek mellett pedig fontos, hogy elismerjék azok munkáját, akik hosszú évek óta kitartóan és szakszerűen művelik kertjüket. A termény- és virágkiállításon idén is a kertbarátok körének tagjai mutatják be saját kertjükben termelt zöldségeiket, gyümölcseiket és virágaikat. Az idei év szélsőséges időjárása sajnos nem kedvezett a kertészkedésnek, de így is szép termények láthatók a Flash központban. A korai tavaszi fagy az nem csak egyszer érkezett hozzánk, hanem 2-3 hullámba. 1-2 napig tartott, és sajnos elfagytak a sárgabaracfák, az őszi baracfák, és egyes almafajták is. A almafajták, szilva és egyéb gyümölcsök, berkeny, apró bogyós gyümölcsök, azok bejöttek, azokkal nem volt különösebb probléma, de amint látjuk itt a terményeknél, nem látunk, késő is van hozzá, sárga barack, őszi barack már nincs. Az eseményen több díjat is átadtak a kertbarátoknak. Jáni Lajos a kertbarátok körének elnöke miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. Az idén 48 éves kertbarátok nagy hangsúlyt fektet az utánpótlásra is, igyekeznek minél több fiatalt megszólítani és toborozni. Az egyesület a jövőben is több szakmai előadással és tanulmányi úttal várja tagjait. A kiállítás egészen szeptember 4-éig, péntek estig látható a Flash központban.